Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés pedig úgy hangzik, hogy mit fog tenni. A kártyák megadják erre a választ. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a gyermek utalhat a gyermekekre, az ő gyermekkorára, ezekre az emlékekre is, de a gyermek jelent újdonságokat, ártatlanságot, vagy egy új kezdetet is, és ezt közli veled levélben. Tehát hamarosan jön itt egy hír tőle. Hogyan érzi magát? Itt a kaszam el tud valamilyen dolgokat vagy kapcsolatokat szakítani, elvágja ezt. Ő lezár bizonyos dolgokat, és akkor itt lesz egy új kezdet. Ez a kereszt jelenti a hitet, de azt is, hogy a sors utatok újra kereszteződik, tehát lesz egy találkozás. A kasza ebben az esetben azt jelenti, hogy olyan hirtelen jönnek az események, amikor ő sem számít erre, vagy te sem, vagy olyan hirtelen változik az érzelmi világa, és rájött arra, hogy fontos vagy, hogy találkozni akar veled. Mit fog tenni? Itt látható a nyilvánosság. Az lehet, hogy összefuttok a nyilvánosságon, vagy ő tervez valamit, látni akar téged, de még zárkózott, de a nyilvánosságon megjelenik. Sőt, itt látható egy új irány, és látható egy hír tőle. Mi fűz össze benneteket? Itt még benne vagytok a toronyban, amikor nem tudjátok, hogyan tovább, milyen irányba. Ő érzi azt, hogy lesz egy új irány, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. De itt látható a zárkózottság, és ezért vagytok benne ebben a toronyban, mint egy labirintusban, amikor nem tudjátok konkrétan, hogyan tovább, mi fog történni. Ez a zárkózottság lehet a te zárkózottságod is, és ő reménykedik abban, hogy a kasza elvágja a tornyot és a zárkózottságot, akkor itt megjelenik a nyilvánosság, a találkozás és egy új kezdet. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!